1953. szeptember 14-e óta. 42 év. Sose ismertem meg a titkot. Mindennapos kórház. Állandó sírhatnékom. Belepusztulok a részvédbe és a tehetetlenségembe, és abba, hogy képtelen vagyok hazahozni és itthon ápolni. A múlt században meghalt az Isten. Még hátrahagyott maga után egy csillagot, mely távozó fényével behintette a földet, majd a század elején az is eltűnt. Sötét lett. Kihunyt a szépség. Ezt a halált sosem heverem ki. Az én halálom kezdete lesz. Szabadkai zsidó családban születtem 1920. június 10-én. Édesapám vezetőbeosztású banktisztviselő, édesanyám Rockenstein Vilma háztartásbeli volt. Szüleimmel és Ágnes hugommal együtt békés, jómódú életet éltünk a szabadkai házban, míg apámat a Délvidék visszacsatolása után nem sokkal elbocsátották, és rá 2 évre, 59 évesen meghalt. Addigra én már leérettségiztem, és a kozmetikus szakmát is kitanultam. Itt laktak a hátam mögötti jómódú polgári házban. Voltak földjeik is. Természetesen a Délvidék visszacsatolásával, illetve a zsidó törvények életbe lépésével az ő történetük is megpecsételődött. Albina édesapját, Vas Árpádot elbocsájtották az állásából, az édesanyját pedig deportálták Auschwitzba. 1944. februárjában összegyűjtöttek bennünket, zsidókat, és a szabadkai Malomban helyeztek el. Innen május 28-án a Budapesten működő Gestapóhoz vitt fel egy Reineke nevű német százados, aki előzetesen megígérte, hogy pénzért megszöktet. Albina családjának a sírja itt a szabadkai temetőben található. Valójában azonban csak az édesapja nyugszik itt. Az édesanyja ugye Auschwitzban lelte halálát, a húga pedig nem tudjuk, hogy milyen körülmények között vesztette életét. Valószínűleg szintén 1945-ben vagy őt is deportálták, vagy pedig beállt a partizánok közé, és ott veszett nyoma. Ezt egyelőre nem tudjuk pontosan. A Gestapónál több alkalommal kihallgattak, megkínoztak. 8 heti fogság után Reineke magánlakására vittek, ahol fogva tartottak. 1944. szeptember 12-én adandó alkalommal megszöktem. Budapesten teljesen ismeretlen voltam. A Gellért térig jutottam el, ahol egy idegen ember a lakására vitt az Ó utca 6 szám alatti házba. Bújtatott, és hamis papírokat szerzett nekem. Ez az ember Stróbel Ferenc MÁV főtiszt, ő lett később a férjem. Mivel árja volt, Albinát a szószoros értelmében megmentette, később elvette feleségül, majd a háború után valahol a Dezsőfi utcában egy szépen berendezett, több szobás lakásba költöztek. A felszabadulás után mentem hozzá. Az ő háztartását vezettem egészen 1949-ig, míg nem férjemet sikkasztásért letartóztatták. Albina férje életfogytiglani börtönbüntetést kapott, amit aztán később enyhítettek. Mindez teljes vagyonelkobzással is járt. Albinától mindent elvettek, de az utolsó pillanatban tudott még egy kis lakást szerezni a Török utcában. Ide költözött be, ott állt egy fillér nélkül. Férjem letartóztatása után egy büfében helyezkedtem el, mint kiszolgáló. 1951-ben gépkocsi vezetői vizsgát tettem. Mivel tudott autót vezetni, elment teherautó sofőrnek. Hajnalonként piacról piacra hordta a tejet, paradicsomot, egyebeket. Utána csaposnak állt egy kocsmában, valahogy fönn kellett tartania magát. Az amerikai nagykövetség sofőrje szólt Albinának, hogy a követség időnként rendez összejöveteleket, ilyenkor mindig kell egy büfé. Egy szép napon behívót kapott az államvédelmi hatóságtól. Albina egy újabb kirakat per áldozata lett. A vád embercsempészet. Bűne mindössze az volt, hogy ismerte az egyik fővádlottat, akivel néhányszor találkoztak.
Hiába mondta el minden vallomásában, hogy nem volt tudomása kémkedésről, embercsempészetről. A nem létező jugoszláviai kapcsolatainak bizonyítására egy más ügy kapcsán is megpróbálták gyanúba keverni. Végül 1952. november 16-án feljelentési kötelezettség elmulasztása miatt mégis szükségesnek tartották internálását. Vádemelés és ítélethozatal nélkül töltött egy évet vizsgálati fogságban és Kistarcsán internáló táborban. Véghatározat. 1952. november 18. Nevezett, kapcsolatban állt Pupos István UDB ügynökkel, aki fegyveresen emberrablásban vett részt, ezért internálása államvédelmi szempontból szükséges. Juhász László államvédelmi ezredes. Szolgálati jegy. 1952. november 20-án. A vizsgálat eredménye alapján nevezettet feljelentési kötelezettség elmulasztása alapos gyanúja miatt 1952. november 20-án átadjuk az internáló táborba. Vajda Tibor államvédelmi őrnagy, főosztályvezető helyettes. Szeretett tapasztaltnak látszani, sebezhetetlennek, mint akit nem érhet többé meglepetés vagy csalódás. Így védelmezte odaadó tisztaságát, lényének oly törékeny, igen, gyermeki lényegét, amit semmilyen tapasztalat soha megrontani nem tudott. 1953. szeptember 14-én este szokás szerint elindultam a Moulin Rouge-ba, ki tudja, mit hoz az éjszaka. Körülnéztem, akad-e ismerős, de csak egy vízipólós fiú volt ott, aki egy hölggyel beszélgetett és szólt, gyere, foglalj helyet. Bemutatkoztunk. Nagyon elegánsan volt öltözve, sötétkék kosztüm volt rajta és sárga selyem blúz. Szót követett, majd a furcsa nevű nő megkérdezi tőlem, hol lakom. Mondom, albérletben, de pillanatnyilag nincsenek főbérlők, nyaralnak. Akkor lehet magánál kéglizni? Mondom, hogy ne, persze, hogy lehet. Elég könnyen ment a dolog, de pont ez kellett aznap éjszaka. Szépen hazamentünk, és az egész úgy indult, mint egy szerelmi kaland. Azután 42 évet töltöttünk együtt. Albinától tanultam meg, hogy meleg ételt kell lenni, és hogy az ember életében rendnek kell uralkodnia. Aztán egy életre szóló szövetség, és persze egy nagy szerelem is lett. Utólag elmondta Albina, hogy ugye nem volt semmi, a lakását elvették, barátnőjénél lakott egy konyhában, és úgy érezte akkor, szeptember 13-án, hogyha még egy éjszakát ott kell tölteni abban a konyhában, akkor öngyilkos lesz. És a főbérlők megjöttek, aztán is azonnal kitették a Imrét és Albinát is a lakásból. Úgy találtunk egymásra, ahogy a börtönökben felismerik egymást az emberek. Kapcsolatunk börtönszolidaritás volt. Ez a kemény próbákat kiállni kész és jövőtlen egymásra utaltság. Olyan volt a szeretetünk, akár egy nevető arccal és kitárt karokkal rohanó süket, néma gyermek, akinek lassanként sírásra görbül a szája, mert senki sem érti őt, és mert nem találja a futása célját. Egyszer mentünk a Margit körúton, Mártírok útjának hívták akkor, a tanács felé. Albina kezében szatyor volt, joghurt, meg más ízék, barátságos dolgok, és akkor azt mondta, hogy menjünk föl és házasodjunk már össze, hiszen ez mégiscsak jobb lenne. És be is mentünk. Ez nem változtatott a lényegem. Legalizáltuk az illegalitást. Mind a ketten börtönből szabadultak. Képességeik szerint teljesen más élet kellett volna, hogy jusson nekik. Az életük valami fajta illegalitásban, belső emigrációban telt. Ezt az életformát szabadon választották, egy mély-mély undor volt a kádári világgal szemben. Egyikük sem akart abba az akkori kor nyújtott a lehetőségekbe betagozódni, tehát mindenfajta konformot elutasítottak, ezt nem veszteségként élték meg. Tehát nem váltak sértetté, megkeseredetté, egyszerűen kívülállók maradtak. Ennek meg volt a egzisztenciális értelemben persze az ára, de végül is szabadok voltak. Az első 5 évben alkalmi munkáim voltak csupán,
Barátaimmal közösen a rádiónak írtunk rövid, vidám jeleneteket, kisebb hangjátékokat. Albina végleg a pincérmesterségnél kötött ki. S noha több nyelvet is beszélt, a szerbet és a horvátot anyanyelvi szinten, németül is perfektül, franciául és angolul is szintén elég jól, de esze ágába nem jutott valami kényelmesebb ülőfoglalkozást választani. Nem csak azért, mert kevesebbet keresett volna, hanem mert szeretett az emberekkel foglalkozni. Ehhez nagyon értett. Leghosszabb ideig a szénatéri mézes mackóban dolgozott, és egész nagy hódolói köre alakult ki, akik miatta jártak oda. Szabadulása után 9 évvel megcsillant annak a lehetősége, hogy esetleg üzletvezetői képesítést szerezhet. Így 1962. decemberében kérvényezte a belügyminisztériumnál az internálása miatti erkölcsi rehabilitációt. Az akkori jegyzőkönyvben ezt olvashatják róla. Jegyzőkönyv 1962. december 17-én. Annak ellenére, hogy kertészné soha semmiféle pártnak tagja nem volt, ugye a munkásmozgalmi vagy egyéb azzal kapcsolatos perekhez nem kapcsolódik, mégis Kertész Imréné rehabilitációját javaslom, mivel mindössze 2 hetes ismeretség, 3-szori találkozás eredményeként lett internálva. Csontos Ferenc, rendőrfőhadnagy. Egy másik iratban pedig ezt találják. Kertész Imréné internálása törvénytelen volt, s annak ellenére, hogy ugye nem kapcsolódott a munkásmozgalmi emberek ellen indított perekhez, mégis úgy döntött, hogy Kertész Imrénét erkölcsi rehabilitációban részesíti. Dr. Pozsonyi István, a minisztertanács megbízottja. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy újra büntetlen előéletűnek számít, és a munkahelyén magasabb beosztásba kerülhet. Nem került. A Rehabilitációs Bizottság 1963. január 26-án ugyan jóváhagyta a kérelmet, de Albina semmit sem kezdhetett vele. Az én jövedelmeim eléggé bizonytalanok voltak. Aztán megírni kezdtem a Sorstalanság című regényemet, és nem nagyon volt időm azzal foglalkozni, hogy hogyan és miből élünk. Ami természetesen bűn volt, de így van. Erősebben volt igénybe véve, mint ahogy szabad lett volna. De hát valójában nincs önzőbe állat az írónál. Már 54-ben, amikor Imre még nem is írt szép irodalmi szövegeket, már nagyírónak nevezte őt, fennmaradtak különböző rajzok, ilyen képregényszerű rajzok. Mikor elment, akkor az Imre még aludt, akkor lerajzolta kettejük életét, jeleneteket, mindig a nagyíróként emlegette, és hát azért 42 évig nem volt nagyíró a Kertész Imre, de ez a hit az Imrében, az nagyon-nagyon sokat segített. És hát természetesen anyagi értelemben is, ugye Albina csak 5 nyelven beszélt, de csak pincérnőként tudott elhelyezkedni. De voltak ugye időszakok, amikor ebből a pincérnői fizetésből éltek hosszú-hosszú időn keresztül, és hát kellett az a háttér, az a biztonság, ami garantálta azt, hogy az Imre nyugodtan tudott írni. És 60-tól kezdi csak elírni a Ma Sorstalanság címmel ismert regényét. 13 éven keresztül írta, és még 2 év kellett, mire megjelent. Tehát az életük történetéből azért 21 év, az együttlétük fele, 42 évig éltek együtt, fele az arról szólt, hogy hitt abban, hogy az Imre az egy jó író, de semmi visszajelzés nem volt erre. A regény nem készülhetett volna el Albina áldozatvállalása nélkül, amelyet egyébként ő maga sosem tekintett áldozatnak, ráadásul a nehézségeken, kilátástalan időszakokon mindig túlsegítette kiváló humorérzéke. Akik ismerték, vidám, szabadszájú nőként emlékeznek rá, aki sosem volt hajlandó félni a kádári világ idején. 2 is terveztem, de végül mégse tudtam megírni Albina történetét. A feladatot, amit vállalt, az én földi boldogulásomat, ő tökéletesen látta el, és a tökéletességbe ő belehalt. Én, aki elfogadtam mindent, és nem teljesítettem semmit, életben vagyok, még, mint annyiszor a megszabott időre, ismét az indokolatlan és indokolhatatlan túlélés szerepére, kárhoztatva, ítélve.
Nem, ne hazudjunk. E szerep jutott rám, és ezt viselem, igazolva az ő nagyságát és a magam kicsinségét. Nem az élete volt nagyszerű, ő maga volt nagy lélek. Vállalt, s vállalta mellettem a gúnyt, az értetlenséget, a nehéz munkát. S ha végül talán mégis sikerült létrehoznom valamit, e szellemi termékekben az ő hite, az ő munkája is jelen van, ahogyan az arca, a lénye, az alakja. És minduntalan felfelbukkan-e könyvek lapjain. Az én munkám az ő emlékműve is. Vas Albina született 1920-ban, elhunyt 1995-ben.